Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere adja át a Mészöly Miklós emlékplakettet Dicső Zsoltnak. Az elismerést 2004-től adományozzák azoknak a szekszárdi, illetve a városhoz kötődő személyeknek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak Mészöly Miklós irodalmi munkásságának ápolásában. Dicső Zsolt a szekszárdi születésű író, költő, szerkesztő, ezt mind elmondhatja magáról. 2013 óta szervezi a Szekszárdi Magasiskola, Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia és Írói Mesterkurzus programsorozatát. Aktív közreműködője a Mészöly Miklós Emlékbizottság munkájának, és a minden évben megrendezésre kerülő Mészöly Nap szervezésében is mindig részt vesz. Díjat kapni mindig jó, szóval vártam, mert biztos van más, aki jobban megérdemelte, csak én a D betűvel elő vagyok a névsorban. Persze, nagyon jól esik meg, hát várta az ember, nézve a sort. És ahogy mondtam is, hogy jó volt a kötetbe beleírni Cerkával, hogy 2022 Dicső Zsolt, Mészöly plakettese. Dicső Zsolt azt is elmondta, hogy hosszú ideje dolgoznak már Mészöly szellemi hagyatékának ápolásáért. És az egyetlen Kossuth díjas írónk, ha valakit, akkor őt tényleg piedesztára kéne emelni, büszkének kéne rálenni, mint ahogy vagyunk is. És például ez a mai nap főleg a szoboravatással végén, nagyon méltó megemlékezés, és dolgozni kell, mert sem nincs, mert ha mi nem csináljuk, más valószínűleg nem csinálja. Mészöly Miklós 1921-ben született Szekszárdon, a tavalyi évben születésének 100. évfordulóján számos rendezvénnyel, színházi előadással emlékeztek meg a város szülöttéről. A rendezvénysorozat idén január 19-én az író 101. születésnapján zárult, a Művészetek Háza előtt felállított Mészöly szobor avatásával. A szobrot Adorjáni Endre készítette, aki elmondta, megtiszteltetés volt számára megalkotni a Kossuth díjas író mellszobrát. Én most boldog vagyok, mert ez az első szobor, ami tényleg a város rendelt tőlem több mint 30 éves itt tartózkodásom alatt. Tehát ez ettől egy kicsit úgy küszködök a meghatódottságtól, mert valahogy most, hogy 70 évet elrúgtam, olyan jól esik a lelkemnek, hogy mégis valami picit hozzátehettem, valami kicsi értéket hozzátehettem ahhoz, ami itt történik, meg történni fog még sok ideig ebben a városban. A szoboravatás után a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékmű előtt.